Bőjte Csaba testvér támogatásával a Csak Egyet Segítő Központ fenntartására jótékonysági koncert lesz december 21-én Budapesten 16 órától az Avilai Nagy Szenterész templomban, ahol Csaba is beszédet mond. Akik segíteni szeretnék a központ működését, nem csak a helyszínen adhatják át anyagi támogatásukat, hanem MLD-as telefonhívással is hozzájárulhatnak a fenntartási költségekhez. Egy telefonhívás díja 250 forint, ami egy rászoruló reggelijének költségeit fedezi. A segítőközpont adományvonala már most is elérhető a 13600-as telefonszámon az 59-es kód tárcsázásával. Az Új Jeruzsálem katolikus közösség által fenntartott központ naponta étkeztet rászorulókat és hajléktalanokat, esetenként csomagot is oszt nekik. Többek között segítséget nyújt a szenvedélybetegek rehabilitációjában és közreműködik sérült emberek lelki gondozásában is. Többek között ezt a munkát a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia azzal ismerte el, hogy idén a segítőközpont javára ajánlották fel a Szent Erzsébet Rózsája déjátadóest bevételét is, ahol az irgalmasság és szolgáló szeretet személyes példáját ismerik el. A segítőközpont mindennapjairól, támogatási lehetőségekről bővebb információkat találhatnak a csak honlapon.